Belső Ázsiában említette, hogy tártak föl csontokat, leleteket. Ott, amit talált, arról beszélne egy keveset? Tehát amikor Belső Ázsiában föltártunk 1200-2200 éves sírt, 2200-2100 éves előtti sírt, olyan kinézésű emberek voltak, mint amilyenek mi vagyunk, a Kárpát-medencei magyarok. 34%-a a magyaroknak őrzi a belső-ázsiai genetikai állományt, 0,06% pedig a finnugor állományt. Ez azt jelenti, hogy származásunk Belső-Ázsiából van, és gyönyörű szépen átmentünk azon a területen, ahol ma finnugor népek éltek. Tehát azon az úton jöttünk mi be, a IV. Századba indulva, amelyiket nem vallottak, mert Ordosz, Közép-Ázsia, Kaukázus, és most jön be Magna Hungária, Levedi-törzs területe, Etelközés, a Kárpát-medence. Ha ez a kultúra megvolt 1600 éve, 2000 éve, vagy ez a genetikai kapcsolódás, vagy népek közötti azonosság akár, ez ma hogy néz ki? Ma mit találunk Belső Ázsiában? Ezek a népek ma kutathatók? Ez egy olyan terület, amelytől északra Mongólia, Szibéria, a keletre Kína, délre Tibet és India van, északnyugatra Ural-Altaj népek vannak, nyugatra aztán Európa, egy belső ázsiai olyan központ, ahol olyan emberek élnek, olyan élettani tulajdonságaik vannak, olyan népművészetük van. Hoztam haza terítőket, nem értek nagyon a népművészethez, és odaadta a néprajzosoknak, a legjobb néprajzosnak, én a Kressmáriát ismertem, és ugye egy kis piafrausszal, ugye a jezsuiták mondták, hogy egy kis hazugság néha többet ér, mint egy nagyobb jó elmaradása. Mondom, Máriácska, honnan való ez a terítő? Hát a Mária azt mondja, hogy tudod, Pista, ez 80%-ban bujáki, de van egy 20% mezőségi hatás is benne. Mondom, igen, csak 9000 kilométerről odébről való. Aztán gyűjtöttünk mesevilágot. Kiadták a Magyarországon a török, belső-ázsiai török népek meséjét egy olyan 5-6 évvel ezelőtt. A magyar mesevilág, a teljes magyar mesevilág. Na most, amikor az ember ott él közöttük, nagyon érdekes, mi kínai sofőrrel mentünk, mert ha nem expedícióban megy az ember, általában bent rendőrségtől szoktunk rendőrségi kocsit kérni kínai sofőrrel. Elmentünk a jugarokhoz, vagy a Xinjiang ujgur területen élő ujgurokhoz. Oda mentünk, együtt főztünk, együtt ettünk, együtt beszéltünk, és a kínai sofőr ott ült, és azt mondja, uram, hogy van az, hogy én itt élek 20 éve, és ebből semmit nem értek, és önök itt vannak először, és köztük vannak. A belső ázsiai jugarok őrzik-e ezt a kapcsolatot a kárpát-medencei magyarokkal? Fölmentünk az Istenek hegyére, az Estenri Tauba, akkor egy bárány áldozatot mutattak be, és közben monoton hangon mondják a török népek történetét. Ez rajt van amúgy ezen a filmen is. A jugar, az ujgur, a karakalpak, a kun, a özbeg, a kazak, kardes, és egyik kardes, testvér, annyit a kardes törökül, az egyik kardes 1600 évvel ezelőtt elment Magyar Isztánba. És egyszer majd valamelyikük vissza fog jönni. És amikor megtudták, 18 millió ujgur él Xinjiang ujgurban területen, megtudták, hogy mi Magyar Isztánból jöttünk, abban a pillanatban a televízió mindenütt ismertette, akárhova mentünk a piacra, mindenhol behívtak a gyönyörű tornácos házaik vannak szőlőlugassal, behívtak, hogy mi jöttünk vissza Magyar Isztánból. Tudják, él bennük a történelem sokkal jobban, mint bennük, mert mondom, egy csodálatos világ, ahova nem jutott be, Dzsingis Kán hadai se jutottak, télen megfagytak volna, nyáron szomjan pusztultak volna, a minden konzerválódott, a zeneviláguk, a emlékezetük.
és bent a sátrakban éneklik a népdalokat, mondják a családjuk történetét, és ugyanúgy élünk köztük magyarisztániak, mint az ottani ujgurok, jugarok és kunok. Ha itt van ez a történelmi tudás már, vagy genetikai tapasztalás, és van velette egy egész más történelem szemlélet, mit javasolna a fiataloknak, hogy hogyan kamatoztassák ezt az alternatív vagy ősi ismeretet a jövőjükre nézve? Ezt nem kell kamatoztatni, mert a gyökértudat minden emberben benne van. Ha a tiroli táncol, tiroli meg jódlizik, büszke arra, hogy tiroli. A bajor október első hetében a bírfesten löködi magát, mert bajor, einzweib, szufa. Gyökértudat. Vidék most nálunk talpra áll. Soha az elmúlt 1100 év alatt annyi nemzeti gondolkodású egyesület, társaság nem jött létre, mint elmúlt egy évben. Vidék keresi a gyökereit, valahova tartozunk. És most, amikor rájönnek a fiatalok, én azért tanítok 4 egyetemen ma is, mert a fiatalok fogják ezt majd továbbvinni. És amikor rájönnek arra, hogy az a terület, amit csúnya, egyszerű, primitív Ázsiának véltek, Európáinál ősibb, magasabb kultúrával, ősibb írásbeliséggel, magasabb rendű zenevilággal rendelkezik, akkor kihúzhatják magukat. A gyökértudat kell. Gyökér nélkül nem lehet élni. Egy nemes fa. Nem baj, ha letörik egyik másik ága, nem baj, ha egy dió nem hoz termést 2 évig, a gazda tudja, ha a hajszálgyökerei leérnek a talajvízig, akkor az a fa életben marad.